Augusztus 7-ig tart a pótfelvételi eljárás, így majd egy hét áll rendelkezésére azoknak, akik szeretnék megkezdeni tanulmányaikat a következő fél évben. A vidéki egyetemek közül a Debreceni Egyetem vezető szerepet tölt be a felvételizők jelentkezéseit tekintve. Az egészségügyi kar népszerűsége az előző évekhez képest minimálisan csökkent. A kar vonatkozásában azt lehet elmondani, hogy az előző évi adatokhoz képest egy kis arányú csökkenés látszik most jelenleg, viszont a pótfelvételi eljárás még zajlik, a napokban kezdődött el, és hát ha konkrét szakokat szeretnénk említeni, akkor azt lehet látni, hogy évek óta a legnépszerűbb szakok közé az orvos és egészségtudomány területén belül az ápolás és betegellátás gyógytornász szak vezet. Ez az első hely, lehet azt mondani, hogy tartja magát, de a kar által meghirdetett további szakok is népszerűnek bizonyultak a felvételi eljárás során. A pontszámítás átalakulásának okán a felsőoktatásban dolgozók nagy várakozással voltak a felvételi eljárás alakulását illetően. A ponthatáraink is azt mutatják, hogy a jelentkezések is engedték azt, hogy a ponthatárainkat tudjuk tartani. Az jelenlegi eljárás során nagy változás volt a felvételi pont számításban. Így nagy várakozással voltunk mindannyian, akik a felsőoktatásban dolgozunk, hogy ez hogyan fog hatni a felvételire. Mi most azt látjuk, hogy a ponthatáraink tartották magukat a legtöbb szak esetében, sőt volt, ahol növekedett. Vannak olyan szakok, ahol 400 pont fölött van a ponthatár, és 230-250 alá nem kellett lemennünk ahhoz, hogy a hallgatói létszámunk az megmaradjon. Még egy hét áll rendelkezésére azoknak, akiknek nem volt sikeres a felvételie, vagy lemaradtak a jelentkezésről a téli időszakban. A pótfelvételi eljárás jelenleg elindult, és ugyanúgy, ahogy az általános felvételi eljárás, az felvételi rendszerben kell a hallgatóknak jelentkezni. Az nagyon fontos, hogy a pótfelvételi eljárásba benyújthatják a jelentkezésüket azok a jelentkezők, érdeklődők, akik nem nyújtottak be korábban semmilyen intézménybe, illetve azok, akiket nem vettek föl egyik helyre sem, amit korábban bejelölt. Az is fontos dolog, hogy egy szak jelölhető ilyenkor a pótfelvételi eljárásban. Intézményünk vonatkozásában azt lehet elmondani, hogy költségtérítéses helyeket tudunk, önköltséges helyeket tudunk hirdetni, és alapvetően az orvos és egészségtudomány és a pedagógus képzés területein találnak az érdeklődők lehetőségeket az felvételi rendszerében. A pótfelvételi eljárásról a felvi.hu-n szerezhetnek információt az érdeklődők.